Szomelié tanúsítványt vett át kedd este Bán Barbara. A Műszaki Egyetem közgazdászakos hallgatóját Horkai András, Kozma Kálmán és Fabók Mihály országszerte elismert szomeliék és oktatók köszöntötték. Az ifjú hölgy azt mondja, azért jelentkezett a tanfolyamra, mert kedveli a bort és a borfogyasztás kultúrájával is megkívánt ismerkedni. Érdekel nagyon a gasztronómia, szeretem a borokat. Olyan 15 éves koromtól fogyasztok bort, legelőször apukám kóstoltatta meg velem, először nem ízlett, és annyit mondott nekem, hogy nem baj kislányom, idővel majd megszereted, meg kell érni egy jó borhoz. És ez meg is történt, és nagyon örülök, hogy elvégeztem ezt a képzést, most már tudom, hogy miért szeretem a borokat. Összesen 21-en vehettek át szomelié képzettséget igazoló tanúsítványt a Korona dísztermében. Többségük vendéglátóiparban dolgozik, de volt köztük vállalkozó, pszichiáter és marketing tanácsadó is. A tanfolyamot a Magyar Szomelié Szövetség és a Central European Wine Institute közösen szervezte. A tanfolyamnak két része volt, bor és szakmai ismeretekből állt. A szervezők azt mondják, ma már ilyen ismeretek nélkül nincs minőségi vendéglátás. Egyre több borfogyasztó van az országban, aki nyitott a borok ismerete iránt, és ahhoz, hogy megfelelő szervizt tudjunk adni a másik oldalról, az asztal másik oldaláról, ahhoz mindenféleképpen kell ismeret. Úgyhogy ezért is volt ez a tanfolyam többek közt itt Nyíregyházán, hogy adjunk egy kis szakmai segítséget, lehet azt mondani a vendéglátóknak, hogy megfelelőképpen tudják kiszolgálni ha lehet azt mondani, egyre jobban a borokhoz értő közönséget. A tanúsítványok átadásán kiderült a borszakértőképzésnek a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkai Barna Technikuma adott helyszínt. Az oklevelek átadása egy díszes gála vacsorával zárult. A fogásokat természetesen minőségi válogatott magyar borok egészítették ki.